Hát sziasztok everybody, itt Kaktusz, és ez a Teleszmének a 29. része lesz. Az előző részben ugyebár befejeztem ezt a szakadékot, és a mai részben pedig megcsináljuk az alsó szintjét ennek a fás dolognak, szóval lesz még egy szinte ide alulra. És ott leszek a már tényleg sokkal komolyabb dolgok, mint például a chestező, chest szoltírozó rendszer, meg az óriási sugárkén farm, ami most a legfontosabb lenne nekünk, mert ennyi papírom van amúgy, de több kell. A papírról fogunk emeráldot szerezni, mert a mending könyvek nem a legolcsóbbak, bár még nincs is mendinges falusink, pedig csak az előző rész óta szerintem már vagy egy 10 falusit átnéztem, és nem, egyszerűen nem ad mendinget, nincs szerencsém, soha nem ad mendinget. Frostwalkert már kaptunk, de hát Frostwalker az meg nem kell. Legalábbis még, lehet, hogy majd jól fog jönni valamire, szóval ja. Akkor most elköltöm az összes papíromat Emeraldra, legalábbis amennyit el tudok adni. Mert nem a legtöbbet, ahogy nézem. Akkor ki kell fognom még egy könyvtárosat, aha, ennyit tudtam. Egyébként több, ugyebár. Így. És ja, már egészen sok emeráldunk van, már 11, már 13. A papír az tök mindegy, abból van rengeteg. Úgy néz ki, hogy egy idő után újra eladnak majd ezek. Csak várni kell velük. Aha. Na nézzük ezek, hogy most itt már mit fognak itt cserélni nekem. Ó, erre vagyok kíváncsi, mert ennek már szerintem meg lesznek a végső encsantjai. Aha. Szóval itt lesz még egy. Nem tudom, mi az a lure. Aj, majd megnézem Google fordítóban. Na, ez a megint elad. Úgy néz ki, hogy ez addig kell válni, ameddig hozza a következő encsantjait, vagy nem tudom. Őszintén szóval ezt a trédes dolgot annyira nem értem, hogy mikor, vagy hogy mennyit kell várni, vagy hogy van ez. Más, meg lesz a 30 emerald. Simán. Ha így folytatjuk, simán meg lesz. Ez nem csak egyet lehetett. Ennél remélem többet lehet. Aha. Azért jó amúgy, hogy azért is XP-t kapunk, hogy ezekkel trédelünk, szóval. Igazából én már fejben kigondoltam egy dizájnt villager-es XP farmra. Igen, én ilyenekkel szoktam gondolkodni. És ezen, ettől meg van megint lehet cserélni. Úgy látszik, hogy ezeknek csak egy kicsit várniuk kell. Aha. Cseréljenek ezek, mint állat. Hát rengeteget. Mindjárt elfogy ez. Na. Nem tudok beszélni. Ez az összes papírom. És el is fogyott. De megnézem azért lesz, mit fog nekem itt árulni. Respiration. Tetszik az angol kiejtésem? Ja, nem jó. Tök mindegy. Az a durva, hogy egy kis csesznyi labból tudtunk 45 emeráldot venni, szóval hát igen, azért majd még jó sok emeráldot, vagyis jó sok papírt kell még eladnunk ahhoz, hogy tényleg valami normális mennyiségű emeráldunk legyen. Nem hiszem, mert mindig a pont a videóba kell megszólalni a telefonomnak. Na mindegy, mit csinálják ez egy cobblestone? Na egyszerűen nem fér be sehova. Jó van, oda befért. Na akkor most lesz az, hogy megépítem azt a lépcsőt, és akkor építsük is alulra ezt a harmadik szintet, vagy földszintet, vagy pince szintet, vagy nincs is pince. Ez egy szakadék fölött lakok, nem tudom, miket várok. Oh,
Na, egyelőre így állok ezzel az egésszel, és hát most nézem, hogy basszus, ez milyen rohadt hangulatos már. Hát ez mocskos jól néz ki. Hát ez nagyon tetszik. Nagyon király, ide majd nem tudom mit fog csinálni, igazából nagyon sok tervem nincsen. Annyit tudok, hogy valahova ide kéne csinálni ezt a fejlettebb bázist. Tehát az ugyanazt fogom megcsinálni, mint ott van fent, ugyanazokat a dolgokat, csak ilyen fejlettebb például. Szóltírozó rendszer, automata sütő, meg minden ilyen király potion-ös izé. A potion-ös izét szobát azt még felülre se csináltam. De minden, majd megcsinálok egy egyszerűt felülre, csak hogy ott is legyen, és akkor ide lentre pedig egy ilyen királyat, ami adagolja neked a dolgokat, meg minden ilyesmi. Bár én úgy terveztem, hogy ez az út, ez ide majd bevezet a hegybe, és akkor ott lesznek ezek a dolgok, de akkor valahogyan szépen kéne ezt a vízesést így eltávolítani innen. Valahogy úgy mint hogy ezt így mesterségesen direkt akartuk volna onnan eltávolítani. Legyen valamilyen beütése a dolognak, csak nem tudom igazán, hogy ez hogyan kéne. Föld az mindenféleképpen kéne amúgy hozzá, mert az a legjobb ilyen eltömítésre. És mert utána megcsinálom szépen, de nem tudom. Nem tudom, hogy hogy legyen. Két stack föld talán elég. Különben nem tudom, nekem nagyon tetszik ez az alsó dolog, amit oda csináltam. Fú, de jól néz ez így ki, nagyon hangulatos szerintem. Jó, akkor... Húha. Hát menjen be egyenesre, és aztán majd egy lépcsővel lefele, mert ez így nem lesz így elég hely. Ops. Így. Aha. Jó, és... Aha, az úgy visszaterem. Viszont... Mindjárt meglátjuk, hogy hogy lesznek itten a dolgok. Ez a vizesés itt, az itt nagyon-nagyon útban van. Aha. Na. Így maradt. Akkor jó lesz ez így. És akkor így lesz, de... Ezt, hogyha innen lebontom, akkor... Aha. Ideig jó is volt. Viszont itt még változtatni kell a dolgokon, mert ezt így... Ide kell egy ilyen non-stop, hogy jól nézzen ki. És ide is kell egy ilyen valami. Jaj, nem alulról kéne kezdeni, mert akkor csak gyarapítom itt a dolgokat. Nem mondjuk így felülről. És akkor így. Mit? Ez innen hogy folyik be? Mi a szar? Ah, és ez itt még ezt is itt megindította. Húha. Ez egy elég érdekes. Ez a víz, ez nagyon érdekes amúgy. Ez itt így mi? De most komolyan lesz, hogy most fel kell, hogy építsem, hogy eltűnjön, vagy mi van? Aha. Ezt így most fentről lefele meg kell csinálnom, hogy ez innen eltűnjön. Meg különben itt marad. Hát ez így érdekes, na mindegy. Ilyen a víz, ez van. És ez így most nem is jön le teljesen? Nem, csak idáig jön le. Szerencsére van ilyen légzés a sisakomon. Szóval nem. Nem fogok itt meghalni a vízben. Na és akkor így felépítem magam. Nagyon remélem, hogy így ez így nem fog elromolni megint. Ám olyan egyszerű ezzel a vízzel bánni, mert annyira sok hülyeségtől függ. Vagy lehet, hogy kéne csinálni olyan videót, hogy dolgok, amiket nem tudsz a vízről. Hoppári. És most jöttem rá, hogy megint hülyeséget csináltam. Vagy nem. Nem. Jó, ez így. Na most már csak fel kell jutnom. Csak hol jutok fel? Már mindenben nőtt az inda. Maximum azon a vizesésen fogok feljutni. Nem igazán megy most már a beszéd. Csomó szót nem tudok kimondani. Akkor itt most felúszok és visszamegyek oda, ahol eddig dolgoztunk.
Na akkor most félek egy kicsit, hogy ez itt most így működjön. Jó. Oké. Ez itt így jó. Nem jó, nem jó. Itt van valamiért egy víz, amit nem szedtem ki. Aha. Na most nem szabadna elkövetni ugyanazt a hibát, mint az előbb. Szóval így fogom ezt itt eltömni. Így. És akkor... Most ezt vagyok innen először. Tehát ezt másodszor is jó. Jók is vagyunk. Azért nem olyan egyszerű. Ezt a vizet ezt itt ki kell tapasztalni. Minden úgy menjen, ahogy te azt szeretnéd, mert... Különben nagyon könnyen nem az fog történni, amit te szeretnél. De nem az, hogy nem az, amit te szeretnél, hanem nagyon nem az, amit te szeretnél. Szóval teljesen más dolgok fognak itten történni. Na, akkor most be fogok majd ásni, és akkor lesz itt majd egy terem, de igazából inkább ezt majd csak a következő részre tartogatom. Az igazság, hogy nem igazán, nincs még valami kép arról, hogy ez most hogyan lesz. Szóval, hát nem tudom egyelőre még teljesen. Az a lényeg, hogy itt lesz egy lépcső. És akkor szerintem ugyanúgy fog ez így lemenni, mint itt felül. Itt kettő blokk, ott megyek előre, aztán pedig megint nem tudom, egy blokkot. És akkor itt szépen el fogok különülni. Így. És akkor így még egy blokkot be. Bár... Aha. Te láthatjátok, ez... Még nincs nagy belmagasság, nincs nagy magasság fölöttem. Sokkal nagyobb kéne ennél. Mert különben, mikor majd építek ilyen nagyobb, durvább szerkezeteket, bele fogok ásni más dolgokba, amit nem szeretnék. Szóval majd jóval mélyebbre kell itt el lemennem. De egyelőre még csinálok például a korlátot, mert még kicsit díszítgessünk. És jó, az egyelőre fontosabb, mint hogy az ott úgy most úgy legyen, mint ahogy én azt szeretném. Így, né? Itt erre egyelőre nem lesz semmi a jár, szóval csak így elkerítem. Hát itt is elkerítem. Igen. És akkor ezt így megcsinálom. Na most jön a nehéz része, hogy itt így mi legyen. Ezt legalább egy blokkal bejebb kéne vinni ezt a vizesést, de ez nagyon... Ez nem lesz egyszerű feladat, mert nagyon könnyű elrontani és utána pedig hatalmas munka visszacsinálni. De... Szerintem én most jól meg tudtam ezt csinálni. Aha. Egyelőre minden úgy ment, mint ahogy én azt szerettem volna. Ezeket innen most kitöröm, akkor jó, és... Ezt pedig innen nem kéne kitörni. Viszont valamit itt ezzel kéne kezdeni, hogy jobban nézzen ki a dolog. Szóval mondjuk ilyen fát fogok ide rakni a helyére. De úgy kéne, hogy egyből oda rakjam, miután kiütöttem. Így. Így meg lehet oldani, hogyha mind a két kezünket használjuk. De nem szeretném mind a két kezemet használni, szóval... Ki is szedtem onnan. És hát ja. Akkor most már csinálhatom is szépen a kerítést. Semmi akadálya, hogy folytassam. Na, végül is így nézünk ki, csak hát ez itt kicsit érdekes. Emiatt itt el kéne intéznünk, hogy végigmenjen a fű. Hozok füves blokkot, és akkor... Oda füvesítem a dolgokat, és akkor jobban fog kinézni szerintem sokkal. Legalábbis gondolom, mert ez az Optifine-os füves, fű, föld, minden ilyesmi nagyon jól mutat amúgy. Szóval én szeretek vele díszíteni, csak tudnám, hogy hol van az a stack füves föld, amit szedtem ezzel a Silk Touch-os boltával. Szerintem ide raktam. Akkor igen, itt van. És ezzel szerintem jobban fog kinézni.
Na, végül is így ez lett az egészből. Szerintem baromira jól néz ki. Nagyon hangulatos. Bár, hát nem tudom, lehet még majd videón kívül foglalkozok egy kicsit vele. Kek, elfejtettem ezt a kis lombokat ide rakocsgatni. Na, mindegy, ezt majd szerintem videón kívül inkább befejezem. Most el fogok köszönni, és holnap is lesz rész, ja, és holnap után is lesz rész. Bár nem tudom, mert másnap veszem fel a videót, mint ahogy feltöltöm, szóval ezt most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Na mindegy, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!